Ilyen barna színű szag és kifolyásmentes kukákba lehet majd önteni a háztartásokban összegyűjtött biohulladékot február 1-től a város három lakótelepén. A Tóvárosi, a Palotavárosi és a Szedreskerti lakónegyedbe indul ugyanis kísérleti jelleggel jövő hónap elején a biohulladék gyűjtés Fehérváron. Alapvetően minden olyan, ami a depónia munkatársai január 22-től kezdődően 10 000 lakótelepi háztartásba szállítják ezeket az 5 literes gyűjtőerdényeket, melyeken azt is feltünteti a cég, mi az, amit biohulladékként hasznosíthatnak a továbbiakban. Gyümölcs és zöldség maradék, kávézac és tojáshéj, illetve mindenféle ételmaradék egyaránt kidobható az edényekbe, nem úgy, mint a csomagolási hulladék, cigicsik vagy pelenka. A kisvödröket mindenki az ajtaja előtt találja majd a következő hetekben. Kétféle gyűjtőedényt fogunk rendszeresíteni, egy háztartási gyűjtőedényt, ami 5 literes, és ott minden egyes háztartáshoz az ajtó elé el fogjuk juttatni, ezt már a jövő héttől, tehát január 22-től fogjuk kezdeni. Amikor valakinek megtelt ez a gyűjtőedénye, akkor a vegyes gyűjtőpontra, tehát ahová egyébként a vegyes kukás hulladékát is teszi, amellett fogunk elhelyezni barna gyűjtőedényeket. Én azt kérem mindenkit, hogy teljesen önkéntesen ne vegyenek részt ebben a programban. A most három lakótelepen induló biohulladék gyűjtés egy kísérleti program részeként indul el, így a programban való részvétel is önkéntes, ugyanakkor a háztartási hulladék 10%-a ilyen módon újrahasznosíthatóvá válik majd. Háztartásonként éves szinten 35 kg-nyi elkülönített hulladéknak köszönhetően csökkenthető a hulladéklerakók üvegháztartású gázkibocsátása, javítható a talajminősége, valamint fokozható az általános hulladékkezelési rendszer működési hatékonysága is. Egyszerre szolgál környezetvédelmi célokat is, egyszerre teszi körforgásossá a hulladékgazdálkodásnak ezt a szegmensét, és így tudjuk elérni azt, hogy a nap végén a lerakóba minél kevesebb dolog kerüljön, mondjuk az ételmaradékok tekintetében. Valljuk be, hogy ennek egy jelentős része a szemétbe végezte, és ennek egy jelentős része sajnos a lerakókba kerül a mai nap, a másik részét pedig beleöntöttük a mosdóba, a WC-be, ami túl azon, hogy környezetvédelmileg is problémás, magát a vezetékrendszert is tudta károsítani, hiszen nyilván ez nem odavaló. Most ez lehetőséget ad arra, hogy kipróbáljunk egy másik módszertant. A barna kukákat a projektben résztvevő lakótelepeken kezdetben heti egyszer, míg a nyári időszakban heti kétszer ürítik majd, havonta egyszer pedig tisztításra is elszállítja majd azokat a depónia.